Agroinform Podcast. A mezőgazdaság hangja. Sziasztok, köszöntelek benneteket az Agroinform Podcast legújabb adásában. Egyenesen Hódmezővásárhelyről, a gazdanapokról jelentkezünk, és itt van velem a stúdióban három banki szakember. Az OTP Banktól Zsarnóczi Csaba. Szia Csaba. Sziasztok. Forján Zoltán az Erste Banktól. Szerbusztok. És a KNH Banktól pedig Tresó István. Szia István. Üdv mindenkinek, szervusztok. Hát elég jó kis csapatot sikerült itt összehozni. Mindenkinek azért szűkös az időbeosztása, de nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és időt szántok erre a podcastre, hogy egy kicsit így átbeszéljük azt, hogy az agráriumban mi az, ami most így fontos lehet a következő pár évben. Hiszen én úgy gondolom, hogy a banki szakembereknél kevesen látják részletesebben, meg objektívebben ezt az egész történetet, hiszen tulajdonképpen az agrárium minden szereplőjével kapcsolatban álltok, és mindenkiről van valamilyen szintű információtok, és emellett még rengeteg olyan nemzetközi kutatást és egyéb információval figyeltek, ami érdekes lehet. A beszélgetésben próbálunk majd olyan témákat fölhozni, ami mindenkit érdekelhet. Most nyilván ez nagyon nehéz megmondani, hogy ki milyen helyzetben van jelenleg, hiszen egy nagyon nehéz év után vagyunk az aszály miatt, és a piaci környezet is hirtelen nagy fordulatot vett, mind makroökonomilag, és mind egyéb szempontból, hiszen hogyha csak az agráriumot nézzük, akkor is, hogyha azt nézzük, hogy tavaly mennyibe került a termény, és most mennyibe kerül, illetve az inputok ára is hogyan változott, ez egy érdekes kérdés. De hogy feltegyem az első kérdésemet, szeretném megkérdezni mindenkitől, hogy mi az az egy tényező, ami a következő pár évben szerintetek meg fogja határozni a magyar mezőgazdaságnak a jövőjét? Tényleg csak egy pár mondatban. Csaba? Köszönöm szépen. Én az átalakuló támogatás politikát mondanám. Ugye most itt 2023-27 között egy teljesen új szabályozói környezetet látunk, ahol a környezetvédelmi, klímavédelmi célok és ehhez köthető feltételrendszer az teljesen megváltozott. Ugye a támogatás politikában, mezőgazdaságban mindig is nagyon fontos volt, mind az adott évi likviditás szempontjából, mind pedig a beruházási aktivitás szempontjából, úgyhogy én ezt emelném ki. Köszönöm. István. Én egy kicsit sokkal általánosabb szintre emelem ezt a kérdést. Vegyük észre, hogy teljesen megváltozott a világ. Ami tegnap működött, az ma nem működik, és holnap sem fog működni. Tehát ebbe beleértjük a támogatási rendszert, beleértjük a piacok felosztását, a kereskedelmi irányok megváltozását. Teljesen új helyzetben vagyunk, új stratégiát kell építenünk. Igen, ezzel én is teljesen egyetértek. Tehát, hogy az, hogy az elmúlt 15 évben, hogy dolgoztunk, mint gazdák, mondjuk ez volt a békeidő, ez a 10 év, tehát a 2013-tól mondjuk, és ez volt, az ideálisak voltak a körülmények minden szempontból, tehát nem voltak nagy árkilengések, de mondjuk 2020-szal kezdődött az az év, amikor ugye a pandémia bejött, és akkor az meg kellett tanulnunk alkalmazkodni. Szerencsére az agráriumot nem olyan szinten érintette mondjuk, mint egy idegenforgalmat, de azért nehéz ehhez alkalmazkodni, és a 21-es, 22-es évről azt szerintem nem kell senkinek mondani, hogy milyen probléma. Zoli, neked van? Hogyha tényleg egy tényezőt kell mondani, akkor én a klímaváltozást mondom. Mert le kell szögezni, hogy a klíma megváltozott. Most, hogy a tavalyi nagy asszály után most kedvezőbb képet mutat az eddig eltelt időszak a 2020-ban, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem történt volna meg a klímaváltozás. Igenis megváltozott a klíma, ez folyamatosan az összes többi tényező, ahogy István is mondta, mellett az életünket a mezőgazdaságban teljes mértékben átalakítja, és óriási kihívásokról beszélünk. Tehát egyértelmű, hogy ugye azok a már most ismételnem kell, tehát azok a gazdálkodási módszerek és felfogások, amik eddig működtek. Én kifejezetten 2020-tól számítom ezt az új időt, és azóta látszik, hogy minden gazdálkodási körülmény megváltozott, minden módszert át kell gondolni, minden területen szemléletet kell váltani, és hogyha már eljutunk a piacokhoz, nagyon izgalmas kilátásokról tudok majd beszámolni, mert elképesztő átalakulások zajlanak a mezőgazdasági piacokon, ami már most mondom, nagyon komolyan fogja szelektálni a magyar mezőgazdaság picit elkényelmesedett részét is. Igen, ez most pont egy olyan jó átkötő gondolat a következő kérdésem feltevésére, hiszen elkényelmesedtünk, azt lehet mondani, hogy a 2013 és 2020 között, mert tényleg nagyon jó időszak volt, ahogy említettem korábban is.
a kényelmet még adták amellett, hogy a klíma akkor még egy viszonylag kiegyenlített időszak volt, hogy megfelelő banki termékek voltak, mármint úgy értem, hogy viszonylag olcsan hozzá lehetett jutni hitelhez, a pénzhez, és a működésünket ez nagyban stabilizálta és megkönnyítette. A következő időszakban is azért vannak olyan termékek, amiket úgy próbálnak bevezetni országosan, a kavosz, egyéb más szolgáltatók, amiket a bankok tudnak kínálni, mint kamattámogatott termékek, de mindenkitől szeretnék kérni egy olyan terméket, ami most az elmúlt tizen pár évben feledés homályában került, és a következő időszakban hasznos lehet az agráriumban a működés szempontjából, tehát hogyha egy beruházást nézünk, vagy akármilyen áthidaló dolgokhoz. Zoli, neked van? Nem kell varázslatra gondolni, a mezőgazdaság finanszírozásában a hagyományos banki termékek nagyon jól megfelelnek, a lényeg az, hogy legyen valami kedvezményük, a támogatás vagy egyéb konstrukció, ugye nem árt tudni, hogy a mezőgazdasági hitelpiacnak most durván kétharmada támogatott konstrukcióból áll, és, de ez már egy látható csökkenés ez az arány, és úgy néz ki, hogy ugye ebbe az évben tovább fog csökkenni, egyre inkább piaci irányba fordul el a mi munkánk is a hitelezésben. Tehát igazából én nem tudok csodafegyvert megnevezni, ha meg kell, akkor az a kamattámogatás konstrukció, ami lehetőleg még a de minimis se érintse. Igen. Csaba, neked van valami olyan, amit így... Hát, hogyha arról beszélünk, hogy piaci megoldás, tehát költségvetés, ugye tudjuk, hogy a költségvetés mozgástere most meglehetősen szűkös, tehát azok a programok, amiket te is említettél, a Széchenyi vagy a Baross Gábor program, ezeknek vagy a támogatás tartalom szempontjából van egy bizonyos korlátozott mozgástere, vagy pedig a költségvetésnek a szűkössége miatt. Ha piaci megoldásokról beszélünk, én azt gondolom, hogy ami banki likviditást nem érint, mondjuk egy bankgarancia egy előleg lehívásánál, az fontos lehet, vagy hogyha egy energia szolgáltatóval egy szerződés megkötéséhez egy bankgarancia járul, az az életét az adott gazdának, vagy élelmiszerfeldolgozónak megkönnyítheti, illetve ami a kamatszintek, a magas forint kamatszintek miatt kezd újra életre kapni az a devizafinanszírozás. Értelemszerűen a múltbeli tapasztalatok miatt a bankok is óvatosabbak, ezért ehhez úgy állnak hozzá, hogy nagyon alaposan megvizsgálják, hogy van-e a másik oldalon, az árbevétel oldalon fedezet ehhez, olyan természetes fedezet, ami ezeknek a hiteleknek a terheit el tudja viselni. Hát igen, ez a devizahitelezés most azért felfutóban van, én úgy látom, és olyan szempontból mi szerencsések vagyunk az agráriumban, hiszen könnyen tudunk akár exportálni is, most közvetve vagy közvetlenül, az egy más kérdés, tehát hogy igazából lehet eurós árbevételünk, és azért az eurós kamatszint azért most jóval alacsonyabb, de ezek meg olyan kockázatok szerintem, amik ugye nehezítik azt, hogy most a jövőben is azok a piacok elérhetőek lesznek, vagy mi lesz, mert most annyira átrendeződött az egész struktúrája a terménypiacnak, hogy ezek azért nehéz kérdések, de a devizahitelezés az mindig egy érdekes lehet, igen. Még egy dolgot hozzátennék, ami ugyan forint finanszírozás, de hogy fedezet szempontjából nem kíván többletet a gazdáktól, ez pedig a támogatásoknak az előfinanszírozása, ami egy olyan eszköz, amivel minden gazda, aki jogosult támogatásra élhet, kicsit korábban, fél évvel, egy évvel, vagy akár két évvel, attól függ, hogy milyen konstrukcióról beszélünk, korábban hozzájuthat ezekhez a támogatásokhoz, és ebben nem csak az OTP, de gondolom versenytársaink is ugyanúgy állnak rendelkezésre. István. Talán még a leasing, amit érdemes megemlíteni, és a kollégák nem említettek. Én lényegesen szélesebb lehetőségeket látok ebben, mint ami eddig történt. Ugye a támogatások, lássuk be, hogy torzítják az értékrendet. Na most jellemzően óriási támogatási volumenek voltak, amik a leasinget valahogy kicsit feledésbe szorították, hiszen hát 50%-os intenzitás mellett szinte bármit meg lehetett venni támogatásból. Ez most beszűkült. A támogatások ma jellemzően a mikro és kisvállalkozások körében jelennek meg, ugye az agrár Széchenyi kártya konstrukciók valamelyikében, amit tudják használni. A többi támogatás az költségvetés függő. És vegyük tudomásul, hogy gyakorlatilag, ha a költségvetés adja a támogatást, azt mindannyian adjuk. Tehát a költségvetésnek magától nincs pénze, ő azt osztja újra, amit mi tőlünk beszed. Tehát azt az értékrend torzítást, amit a széles körű támogatások biztosítanak, bocsánat, azt kell mondjam, hogy az elmúlt 8-10 évben megittuk a levét. Igen. Mert ugye, ha nézzük az agrárium hatékonyságát, naturális mutatóit, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 10 évben nem azt mondom, hogy romlottunk,
de azt mondom, hogy jelentősen lemaradtunk. Tehát a környező világ lényegesen nagyobbakat lépett előre felé. Ugye az egyfőre vetítve a naturális hatékonysági mutatóink azok hát a 16. helyről a 25. 24. helyre szorítottak minket vissza. Tehát én azt remélem, hogy piaci környezetben, piaci feltételek mellett kell versenyképesen tudni termelni azoknak, akik egyébként életképesek. Ha nem ez működik, akkor azt kell mondani, hogy szociális kérdés, nem gazdasági kérdés. Amit meg megint másként kell értékelni. Ehhez a gondolathoz azt gondolom nagyon szorosan hozzátartozik a jelen agrárpiaci hitelezési helyzet, hiszen ahogy István is mondta, hosszú idő után tartósan az ügyfeleink hozzá voltak szokva, hogy minden támogatott konstrukcióban működik. Bármilyen beruházás, bármilyen fejlesztésben gondolkodtak, egyből volt jó ajánlatunk arra, hogy milyen támogatott konstrukciót tudjunk adni, és ahogy ezek kopnak kifelé, úgy egy elbizonytalanodás látszik, gondolom a kollégák is meg tudják kérdíteni, a beruházók elbizonytalanodnak, ilyen kamatkörnyezetben hogy számoljuk ki a megtérülést, hogyan megtérül egyáltalán ilyen kamatkörnyezetben, ha piaci alapon kell számolni, és határozottan érzékelünk a piacon most egy ilyen várakozó álláspontot, hogy nagyjából tudjuk, hogy a makrogazdasági pálya hogy fog alakulni, tehát ez azért ez nem egy misztikus dolog, de próbálnak a beruházók is egy kicsi időt húzni, hogy minél kisebb csökkenő kamatpálya idején kezdjék el majd, hogy folytassák a beruházásaikat. Ez pedig ugye nagyon szorosan összefügg azzal, hogy nagyon hozzászoktak. Alacsony kamat környezetben, támogatott konstrukcióval, úgy könnyű volt beruházni, mi is nagyon szerettük nyilván kényelmes pozíció, támogatott konstrukciókat osztani, de a dolog lényeg az, amit Istvánra utalok vissza megint, hogy azért ennek a piaci megalapozottsága az egy sokkal keményebb kérdés, és most dőlnek el ezek a kérdések. Igen. Tehát ezek az elbizonytalanítás az egy nagyon fontos időszak, mert ilyenkor gondolkozunk, számolunk, és elkezdjük nézni, hogy hova, mit fogunk előállítani és termelni. Eddig nyomtuk a tömegcikkeket, jó volt a piac, nem volt gond, jött a vásárló, vitte, most nem jön a vásárló, most várja nagyon okosan, hogy essenek, még szakadnak ugye az árak, és akkor ki kell újra találni magunkat. Igen, és a megtérülés ugye itt, ami nagyon egy érdekes kérdés minden beruházásnál. Csaba, te is. Igen, bocsánat, még egy mondatot itt a Zolihoz hozzátennék. Ugye a magas kamatszintek és a támogatás hiánya mellett, ami most az utóbbi egy év tapasztalata, az pedig az, hogy az energiapiaci helyzet miatt az energiahatékonysági beruházásoknak a megtérülése az olyan volt, hogy ilyen kamatszintek mellett támogatás nélkül is nem csak azt mondom, hogy meg lehetett, hanem meg kellett csinálni. Tehát aki tudta, az megcsinálta, vagy megkezdte ezt a fajta beruházást, mert ez egy olyan fajta beruházás, ami hosszú távon fenntartható módon tudja a vállalkozásnak a céljait szolgálni. Igen, a stabilitásra még itt visszatérve egy olyan termékekem, a treasury termékek. Nyilván ez nehéz dolog, mert nem mindenki tudja használni, másféle felkészültségi szakemberek, a cégek, gazdálkodók, de szerintem a treasury termékek még, amit így be lehetne idehozni, hogy például nem biztos, hogy a következő fél évben nem lesz újra 400 forintos euró, és lehet, hogy most érdemes lefedezni még a magas kamatszín mellett is egy beruházást euróban. Igen, ebben nagyon igazad van. Fölmerült itt a treasury kérdése. Gyakorlatilag újra elő kell vennünk ezt a gondolatot, ezt a terméket, mert az elmúlt 6-8 év eléggé kiegyensúlyozottan működött, tehát nem volt szükség úgynevezett többletköltség révén fedezni, biztosítani a devizapozíciónkat, mert kiszámítható volt. Ma nagyon-nagyon fontos az, hogy előrelátható, stabil kalkulációink legyenek, hogy a treasury termékeket igénybe vegyük. Sokkal többet nyerünk vele, mint amennyi a költsége. Igen, igen, mert most ugye a kamatszintek nagyon nagy a különbség, mondjuk egy euró kamat és egy forint kamat között, ahogy be van árazva, és még így is azért azt, hogy én tudom, hogy mondjuk egy traktort veszek szeptemberbe, és az pontosan annyiba fog kerülni, és mondjuk nincs mellé euró árbevételem, akkor ez egy nagyon nagy segítség lehet, mint hogy mondjuk ott állok egy 420 forintos euróval, és 360-ra volt mondjuk belőve az a szint. Általában a közgazdászok, vagy bármilyen szakembert hall az ember, a hatékonyság kérdése az mindig felmerül a mezőgazdaságban. István is itt említette ezt, hogy a támogatások által hozzászoktunk ahhoz, hogy
könnyen elérhető pénz van, és nem feltétlenül arra vagyunk ösztönözve, hogy tényleg hatékonyan működjünk. Mondjuk én ezt úgy gondolom, hogy mindenki a maga kis mikrokörnyezetében próbál a leghatékonyabban működni, mert a hosszú távú fenntarthatóságnak ez az egyik alapja, mármint pénzügyi szempontból. Zoli, te neked a hatékonyság, az hogy fogalmaznád meg, az mit jelent itt az agráriumban, mert ugye tényleg ezt így gyakran megkapjuk, hogy hát a magyar mezőgazdaság nem hatékony. Tényleg nagyon heterogén a szereplők összetétele, kicsik vannak, nagyok vannak, tehát nem az van, hogy akkor egységesen rá lehet húzni egy sémát, de a hatékonyság az agráriumban számodra mit jelent? Ezt kicsit hosszabban hadd fejtsen ki. Gyakorlatilag arról van szó, hogy nincsen, hogy mezőgazdaságunknak a hatékonysága. Üzemeink vannak, és az üzemeknek a hatékonyságát kell vizsgálni. Mi magunk is ugye a hitelezés folyamán ügyfeleket vizsgálunk. Ezért óvaintünk mindig arra, hogy általánosítgassunk, hogy a sertés szektor, hogy a baromfi szektor, és így tovább. Mert ugye minden szektorban vannak nagyon jó hatékonysággal, nagyon versenyképes vállalkozásaink, de nyilván heterogén a piac, és mindjárt folytatnak nem is az előző gondolatot azzal, hogy pont a treasury termék egy olyan példa, ami egy speciális felkészültséget igényel. Tehát az ügyfél szempontjából is ezt meg kell tanulni, meg kell érteni, nem árt a tankönyveket se elővenni, és megnézni, hogy mi ennek a dolognak a lényege, hogyan kell használni. Nyilván a munkatársaink azok ott vannak és segítenek megérteni ezt a dolgot, de ez jó példa arra, hogy hogyan változott meg az egész gazdálkodási környezet, ahogy ezt már mondtam is, és amikor hatékonyságról beszélünk, és most hadd beszéljek úgy, mint a bankból ezzel foglalkozó ember. Tehát nekünk fontosak a naturális mutatók, persze megveregetjük az ügyfél vállát, hogy milyen szép hatékonysági mutatókat tud felmutatni, de nem ez a lényeg számunkra. Számunkra ugye a megtérülések, a pénzügyi eredmények, a pénzáramoknak a növekedése az a legfontosabb tényező, és ebben ugye folyamatosan kell fejlődést felmutatni ahhoz, hogy egy jól hitelezhető gazdaságról beszélgessünk, és ebben viszont megint részünkről is ilyen komoly átalakulások zajlanak, hogy hogyan közelítünk meg egy agrár hiteligényt a jelenlegi környezetbe. Ugye, ahogy mondtam, a pénzforgalmat, a pénzáramokat vizsgáljuk elsősorban, utána pedig az embert, a vállalkozást magát, hogy az a szemléletváltás, amit pont ez a piaci környezet kikényszerített, az mennyire ment már át? A legtöbbnél ugye azt látjuk, hogy a termelés szintjén már értik és tudják és gyakorolják azt, hogy mit tudom, precízebben kell gazdálkodnunk, az ahhoz szükséges technikát beszereztük, tudjuk, hogyan kell kiuttatni precízen a hatóanyagokat, a vetést kezelni. De ugye én szeretem ezt sokkal tágabban megközelíteni, mert ez nem ér véget azzal, hogy az istállóban vagy a szántóföldön milyen precízen, hogyan állítottam elő a terméket. Az igazi problémák ott kezdődnek, hogy ezt utána a post-harvest műveletekkel kezelni kell, raktározni kell, értékesíteni kell, és itt vannak a legnagyobb problémák. Nekem meggyőződésem, hogy az üzemi hatékonyságnak is nagyon komoly gyenge pontjai pont a raktározás. Az egy szakma. Most a bent lévő kukorica a legjobb példa erre, milyen szépen fertőződik minden nap tovább. Tehát az egy szakma. Azt meg kell tanulni, hogyan kell terményt raktározni, hogyan kell kibetárolni, kezelni. Ezt meg kell tanulni. Olyan jó új technológiák vannak arra, hogy hogyan kell ezeket megőrizni minőségbe, és a veszőparipán pedig, hogy nem tudunk értékesíteni. Ugyanazok a telefonszámok, ugyanazok az emberek, és ugyanazok a nyomvájukat járjuk, pedig a piac teljesen megváltozott. Tehát most már ugye nem úgy van, hogy ahogy megszoktuk, hogy aratáskor alul van az ár, aztán ahogy telik az idő, majd emelkedik. Ez elmúlt, és vissza se fog jönni. Lehetnek alkalmak, amikor éppen akkor lesz az legalacsonyabb az ár, amikor betakarítunk, de alapvetően már nem ezek mozgatják a piaci árakat. Tehát amikor hatékonyságról beszélek, akkor én alapvetően szemléletről beszélek, hogyan tudunk alkalmazkodni ezekhez a feltételrendszerekhez. Az az alap, hogy a legmagasabb termelési színvonalon állítom elő a termékemet, csodálatos genetikák vannak akár a növény, akár az állattenyésztésben, erre föl lehet építeni, minden adott hozzá. De azt, hogy ebből mennyi pénzt fogok csinálni, az már egy kicsit bonyolultabb kérdés, és mi azt keressük, kutatjuk, hogy kiben van meg az igény, meg a felkészültség arra, hogy ezt az új szemléletet magáévá tudja tenni. És nem reflexzerűen berakjuk a raktárba a terményt, annyit könyörögtem, ez megint egy fájó pont nekem, hogy a tavaly az aratáskor, hogy eladni, és még mindig vannak tele raktárak, tehát egészen más reflexeket kell kialakítani. Pont az egyik gazdatárs mondta itt az előző
előzőekben nekem, hogy milyen jó volt annak idején, amikor megmondta a nagyapám, hogy egyet a raktárba, egyet a bankba, és így tovább mondtam, hogy hát sajnos e felett is eljárt az idő, tehát most már nem biztos, hogy terménybe kell tárolni a pénzünket, nem akarom hosszúra nyújtani, tehát számunkra a hatékonyság az a szemléletnél, naturális mutatókon keresztül a precíz gazdálkodás minden aspektusát jelenti. Hát igen, a hatékonyság az tényleg egy összetett fogalom, meg tényleg, hogy melyik szemszögből vizsgáljuk, mert most a termelés, az értékesítésnek a hatékonysága, tényleg az a tárolás is egy nagyon fontos dolog, és ezt tapasztaljuk mi is, hogy azért hiába vannak nekünk is megfelelő raktáraink, tehát megfelelő silók, hűthetők, stb. Akkor is akadnak minőségi problémák egy idő után. Egy mondatot hadd fűzzek hozzá. Mindenkinek javaslom, hogy vizsgálja meg a könyvelőjével, hogy hol keletkezik a pénz, a jövedelme. Ott keletkezik, hogy egy tonnával többet állít elő egy hektáron, ott keletkezik, hogy a raktárban hogy sikerült megőrizni, vagy ott keletkezik, hogy mikor, hogyan adja el. És nagyon érdekeseket fogunk hallani a könyvelőasszonytól, mert azt fogja mondani, bocsánat a túlzásért, szinte mindegy, mit csinálsz, ha jó időpontban jó tudod eladni. Igen, csak hát ugye mindig ez a nehéz, azt megmondani, mikor van a jó időpont, mert az előző időszakokban mindig tavasszal volt a jó időpont. Mert most pont átfordult az egész, hogy ősszel lett volna a legjobb időpont, most tavasz az egy ilyen necces kérdés. Nyilván lehetett látni azért a piaci dolgokat, ahogy fölfutott a piac, hogy hirtelen áremelkedés, akkor utána azért általában van, ugyanez volt 2007-2008 táján is, hogy akkor hirtelen visszaesünk, változott a környezet. Bocsánat, beleszaladtál a csapdámba, úgyhogy muszáj egy szót hozzátennem. Én pont ezekkel a piaci elemzések, előrejelzésekre helyezem a hangsúlyt, ezzel foglalkozik a csapatom. Tehát ezek nem megérthetetlen folyamatok, ezeket lehet látni, kezelni. Nyilván az üzemi szintről nehezebb, igen. Ezért kell azokat a partnereket találni, igen. Akik ebben tudnak segíteni, és makroszintről, akár a hold szélére leülve, meg tudjuk beszélni azt, hogy mint, mikor kell eladni, mit kell raktározni. Igen, a stabilitást fogalmaztam már úgy, hogy a támogatás tavaly nyár elején úgy tűnt, hogy hát nem egy akkora tényező lesz az árbevételünkben, mert még viszonylag a szerencsés felén voltam az országnak gazdálkodás szempontjából, de hát akkor, ahogy kinézett az egész, a támogatás azt mondom, hogy ilyen pár százalék lett volna az árbevételbe, de sajnos nem így alakult, hanem tényleg most újra stabilitást adhatja a támogatás. Most már úgy kezdünk megbarátkozni ezzel az új rendszerrel, ami 2023 és 27 között van, vagy várható, és én ezt egy tanulási folyamatnak gondolom, felkészülésnek arra, hogy megtanuljuk azt, hogy 2027-re, hogyha még nehezebb dolgokat kérnek tőlünk, akkor tudjunk reagálni. István, szerinted mi lesz 2027 után? Most ez nyilván egy olyan predikció, ami még nagyon messze van, de a támogatás szempontjából. Az új támogatási rendszer megint csak úgy gondolom, hogy derékon csap minket, mert más fejlődési fázisban vagyunk, nem abban, mint amit elvárnának tőlünk. Tehát igazából nekünk még minőségben és mennyiségben jelentősen kellene növekednünk, míg az új támogatási rendszer már ugye a fenntarthatóság, a zöldítés kérdéseit alapkérdéseknek tekinti, és ebbe az irányba tolja a forrásokat, hogy ebbe az irányba költsük a pénzünket. Mi nekünk meg még nagyon nem ebbe az irányba kéne költenünk, tehát az elmúlt ciklus alatt nem tudtuk utolérni magunkat. Ugye beszéltünk itt a hitelezésről, mi mindig megnézzük a naturális mutatókat, és azzal indulunk. Mert ez mutatja meg számunkra, úgy gondoljuk, a vállalkozás képességét és készségét. Vannak ágazati benchmarkjaink, és összehasonlítjuk az adott ügyfél vagy az adott kérés naturális mutatóit az ágazati benchmarkokkal. Ha ez gyengébb, mint az ágazati átlag, akkor nagyon oda kell figyelnünk a pénzügyi tervezés realitására és a kockázattűrő képességre. Mert ugye a piacok látjuk, hogy azért mozognak. 3 év átlagában jó, de egyik pillanatról a másikra jelentős változások képesek életbe lépni. Tehát beruházásoknál alapszempont az, hogy vajon a naturális mutatóiban a céget átbillenti-e, mondjuk úgy, hogy a holdponton holdpontnak nevezem az ágazati átlagot. Jobb lesz-e az ágazati átlagban a beruházás révén, vagy nem lesz képes ezt a hátrányát ledolgozni egy beruházással. Tehát én attól tartok, hogyha továbbra is az lesz a helyzet, hogy a kimutatott jövedelem 50-51% a támogatás, akkor 2027-től kezdődő időszakban, már nem akarok ilyet mondani, de csak kimondom, egyre esélytelenebbé válunk. Tehát igenis el kell jutnunk arra a pontra,
hogy a támogatások azok a fejlesztések forrásai legyenek, ne a napi megélhetés, a napi likviditás forrása legyen. Hát igen, ez egy ilyen nehéz kérdés, hogy mi az, ami ilyenkor számít, vagy hogy jutunk el arra a pontra, mert már vannak olyan gazdaságok, ahol nyilván a támogatás is fontos, de már nem akkora tényező egy beruházás esetében is akár, de ez tényleg egy nehéz kérdés. Hogyha kiejtjük a szánkot, hogy 2027, akkor két dolog biztos, hogy nem lesz ugyanaz. Nem lesz ugyanaz a magyar mezőgazdaság. Tehát azok az évek, amik most akár 2023 is kezdődően változásokat fognak hozni, egészen másképpen lesz 2027-ben a magyar mezőgazdaságnak, sokkal koncentráltabb lesz, sokkal nagyobb lesz az üzemméret, sokkal erősebbek lesznek a piacon maradó vállalkozások, és lesz egy határozottabban formálódó kisebb üzemméret, amely a nagyok mellett fönn fog maradni, de ennél is a kérdésedre visszatér egy nagyon érdekes, hogy én azt gondolom, hogy elég jól látható, hogy a közösségi agrárpolitika most kezdődő reformja, ugye mindig kezdődik újra a reform folyamat, az melyik irányba megy? Egyértelmű. Csak fenntarthatóságra fogunk kapni támogatást, nem kevesebbet. Úgy néz ki, hogy sikerült ez a 30%-os szint az EU költségvetésében, ez egy olyan merev fal, ami esetleg megállítja a évtizedes csökkenést, de a szemlélet egyértelmű fenntarthatósági lesz. És olyan problémákkal szembesül az európai mezőgazdaság, ami azt fogja mondani, hogy nem is tudunk másra költeni majd, mint arra, hogy fenntarthatóan tudjunk termelni, egyáltalán tudjunk termelni. Ugye visszautalok a klímaváltozás okozta sokkokra, ezek nagy része még előttünk van. Nem a tavalyi volt a legnagyobb a száj. Igen, igen. Csaba. Ez egy nagyon érdekes téma, és amit István mondott, arra szeretnék rákapcsolódni, hogy a most még hátralévő 4-5 évünk ebben a támogatási ciklusban, most kell megalapoznunk azt, hogy 2027 után versenyképes legyen a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar. És igaz, hogy most már, ahogy Zoli mondja, begyűrűztek ezek a fenntarthatósági és zöld szempontok, de most még én úgy gondolom, hogy a egyéb naturális hatékonyság növelésre is van, tehát annak a javítására is van tér, és lesznek források. És hogyha ezt tudatosan, célzottan, tényleg olyan ágazatokra koncentrálva tudjuk felhasználni, ahol tényleg nemzetközileg is versenyképes üzemeknek, vállalkozóknak tudunk teret adni, akkor 2027 után úgy állhatunk a rajtvonalhoz, hogy nem lesz félnivalója az ágazatnak. Igen, én is ezt gondolom, tehát hogy igazából ezt jól föl is vezettétek a következő kérdésemet, ami majd Csabának szólna, mert egy treasury ügyletnél most én így nem tudom, hogy elmondhatom-e, vagy hogy egy limitet állítottak be nekünk pont az OTP banknál, és ott már találkoztam egy olyannal, hogy ESG kérdőív. És akkor abban ugye meg vannak fogalmazva, hogy van-e rá stratégiánk, tervünk, hogyan kezeljük ezeket a dolgokat. Csaba, mondanál egy pár szót erről, hogy mi ez az ESG, és egyáltalán ebben az egész folyamatban, ami, ezt jól mondtátok, ez a fenntarthatóság szerintem, ez nagyon, hogy ez hogy épül bele, mert ez nem csak az agráriumot érinti, hanem a teljes gazdaságot, tehát hogyha úgy nézzük mindenkit. Az elmúlt években az OTP kialakította, felépítette a zöld finanszírozáshoz köthető stratégiáját, és szépen lassan ezt a gyakorlatban is át tudjuk ültetni, és volt már zöld kötvénykibocsátásunk, zöld jelzálók kötvénykibocsátásunk. Első lépésként a vállalati körben pedig a nagyvállalatok, illetve a projektfinanszírozás az, ahol ezek a módszertanok meghonosíthatók. Ahogy te is mondtad, Péter, a legfontosabb dolog az, hogy itt az ügyfeleink, illetve az ügyfeleknek a finanszírozandó ügyletei azok, amik zöldek kell, hogy legyenek. És ugye ehhez kapunk, a szabályozói körtől kapunk egy kritériumrendszert, egy kérdéssort, hogy pontosan mi alapján lehet ezeket az ügyleteket, ügyfeleket zöldnek minősíteni. A mezőgazdaság tekintetében az Európai Unió jogalkotói köre még adós számunkra azzal, hogy pontosan mi ez a taxonómia, mi ez a módszertan, ami alapján zöldnek lehet minősíteni. Úgyhogy egyelőre például Magyarországon az MNB ajánlásaira tudunk támaszkodni. Van egy olyan tőkekövetelmény kedvezményrendszer az MNB-nek, ami most is működik, és szerintünk például a mezőgazdaságban egy kifejezetten támogatható rendszerben képzelt el ezt az MNB állami adatokra vonatkozóan. Például egy mezőgazdasági termelő esetén a földhasználat lenne az, ami alapján az adott gazdát be lehet sorolni, hogy ő zöld
tevékenységet végez-e. Itt elsősorban az, hogyha a Natura 2000-es területeket állít művelésbe, vagy pedig ökológiai gazdálkodást folytat, ezek lehetnek olyan dolgok, amik a zöld finanszírozást is megalapozhatják. Ami még fontos, és mi úgy látjuk, hogy jelen pillanatban a mezőgazdaságban zölden finanszírozható, viszonylag nagy biztonsággal, az ugye a klímaváltozáshoz való adaptálódás segítő öntözésfejlesztési beruházások. A másik a kevesebb hatóanyagot hatékonyabban felhasználó precíziós beruházások, ugye ez nagyjából ugyanaz a kör, a hatékonyság növelés és a természeti erőforrások, illetve a vegyszerek felhasználásában a megtakarítás. Energiahatékonyságról is beszélhetünk, de az nem annyira mezőgazdaság specifikus, de értelemszerűen ebben a szektorban is ugyanolyan fontos. Illetve a magyar támogatási rendszerben benne van, és amiben a bankok tudnak segíteni, ez pedig az erdősítésnek a finanszírozása. Ugye itt egy nagyon komoly erdősítési támogatási program van, amiket a gazdák meg tudnak ugyan valósítani, de sok esetben egy banki előfinanszírozása ezeknek a támogatásoknak szükséges. Aki ebben részt vesz, amelyik bank, az ezeket a típusú finanszírozásokat zöldnek tudja minősíteni. És itt tulajdonképpen maga a tevékenység, az egy olyan tevékenység, ami önmagában zöld, tehát nincsenek olyan plusz követelmények, kérdőívek, amikre te is céloztál, hogy pontosan hogyan felelhet meg egy gazda ezeknek a követelményeknek. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a következő évek azok egyre inkább ebbe az irányba mutatnak, és hát amit a bankok felé szabályozói elvárásként megfogalmazódik, azt mi az ügyfelek felé közvetítenünk kell, és ki kell kényszerítenünk majd az ügyfelekből, hogy a zöld minősítéshez megfelelő dokumentumokat, adatokat megadják a számunkra. Igen, itt mindig az a kérdés, hogy zöldnek kell látszani, vagy tényleg a valóságban zöldé válik-e az ember. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen zöldé kell válni, tehát nem szabad. Most nyilván mindenki a saját kis gazdaságán belül, ez, hogy hogyan fordítja le. De a következő időszakban nem csak a támogatások lesznek érdekesek, az ESG-n belül, ugye a széndioxid kvótával lehet majd játszani, ugye lesz a kvóta, amit lehet értékesíteni megfelelő gazdálkodási gyakorlattal, hogyha ez működik, hogy amennyit széndioxidot megkötünk a talajunkba, azért azt el lehet majd adni kvázi tőzsdén. Az USA-ban ez már működik. Nyilván itt az a nehéz, hogy milyen minősítési rendszer alapján, stb., ami így nehéz. Azért teszi ezt a dolgot. A pénzfolyam, ugye az már így többször szóba került, és a banki szempontból ugye ez mindig egy érdekes kérdés, vagy egy fontos kérdés az, hogy a cash flow az hogy néz ki. Nyilván most 2023-ban a magyar gazdák, ha nézzük őket, vagy magunkat, akkor nagyon különbözőek vagyunk elhelyezkedés alapján is, mert van az ország szerencsésebbik fele, a nyugati felé, mondjuk tényleg ott a nyugati határszélhez, ahol igazából tavaly is nagyon jó termés volt, és mondjuk van a Szolnoki régió, ahol meg szinte nem is tudtak aratni semmit 22 őszön. És a cash flow nyilván mindenkinek fontos, eddig annyira nem figyeltek rá az emberek, én úgy gondolom, most ez egy nagyon fontos kérdés 2023-ban, hogy mik azok az ötletek, amiket így egy banki szakember így most tud, akár így nehéz, nyilván olyan fegyver nincs, ami mindenkinek jó, de hogy így lehetne javasolni. Csaba, neked mi a cash flow-ra vonatkozó ötleted, amit? Ugye a cash flow-t alapvetően két oldalról lehet javítani, egyrészt a ráfordítások oldaláról, másrészt pedig a bevételi oldalról. A legtöbb mezőgazdasági termelő, én úgy gondolom, hogy olyan piacra termel, legalábbis a primár mezőgazdaság, ahol az árak azok adottak. Tehát nagyon az árakat nem tudja befolyásolni egyetlen termelő sem, legalábbis a commodity típusú áru piacra termelő gazdák nem. Úgyhogy itt leginkább a ráfordítás oldalon lehet olyan megtakarítási lehetőségeket eszközölni. Ugye szó volt már arról, hogy energiahatékony beruházások az energiaszámlát azért jelentősen tudják csökkenteni. Igaz, hogy van az elején egy beruházási kiadás, meg esetleg van egy finanszírozási igénye, ami a mostani kamat környezetben nem annyira kedvező, hogyha piaci hitelről beszélünk, de azért ezeket érdemes megfontolni. Ami még fontos, hogy a technológiai fegyelembe tartása. Itt az állattartó telepekre gondolok például, ahol az állatbetegségek begyűrűzésének a megelőzése az egy olyan eszenciális dolog lett az elmúlt időszakban, hogy ez egy vállalkozás vagy egy vállalatcsoport életét, fenntarthatóságát tudja alapvetően befolyásolni.
Ami még fontos, az a robotizáció, vagy olyan jellegű technológiai beruházás, ahol a munkaerő szükségletet lehet csökkenteni, és sok olyan ügyfelünk van, akik küzdenek azzal, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerőt tudjanak toborozni, és a robotizáció közép és hosszú távon a cash flow biztosan tudja javítani ebben, illetve hát biztosabbá teszi egyáltalán a termelést. Kiszámíthatóbbá válik. Igen. István, neked ehhez kapcsolódóan a cash flow-val kapcsolatban valami ötlet? Néhány üdítő kivételtől eltekintve nem nagyon látunk komoly cash flow tervezést. Sajnos még mindig az jellemző az agráriumra, hogy egyszer egy nagy bevétel, egyszer egy nagy kiadás, és aztán közben, ha valami közbe jön, akkor padlót fogunk, meg jajgatunk, meg támogatásért szaladgálunk. Tudomásul kéne venni, vagy rá kéne szokni arra, hogy input és output oldalon folyamatosan legyünk jelen a piacon. Tehát a kiadásainkhoz igazítottan biztosítsuk a bevételeinket a folyamatos értékesítésekkel. Erre egy bitang jó példa volt az elmúlt év. Ugye, amikor szeptember, október, novemberben egyszerűen nem működött a gabonapiac. 135 ezerért sem voltak hajlandók eladni, 140 ezerért nyögve tudtak a malmok malmi búzát venni, mert nem volt eladási szándék. Jobb, a világpiac hirtelen bezuhant 90 ezerre, akkor meg úgy csináltunk, mintha a világpiac lenne az oka a mi problémánknak. Tehát igenis tessék rászokni, megcsinálni a folyamatos cashflow tervezést, input-output oldalon jelen lenni a piacon folyamatosan. Igen, ezt én is fontosnak tartom, Zoli. Én kapcsolódva az elhangzottakhoz nagyon veszélyesnek találom azt, és ne nevezzük cashflow tervezésnek, azok a megtakarítási módszerek, amelyek most sajnos spórolásban öltenek testet. Mondok egy példát, ugye ősszel jól megnőtt a búza vetésterülete, de azt tudjuk, hogy a felújítási arány meg erősen visszaesett. Kevesebb fényzárótartőmag ment el. Ez egy olyan példa a megtakarításokra, nagyon sokan szorulnak most likviditási oldalon, és attól félek, hogy ezek abban a kényszerek abban öltenek testet, hogy nem adjuk oda a növénynek, vagy épp az állatnak azt, amire szüksége lennek. Ez egy nem egy jó módszer. Nyilván vissza fog ütni nagyon hamar, és a minőségi árutermelésnek a kárára, a hátrányára fog menni. Tehát én arra hívnám fel a figyelmet, hogy azt, amit igényel a genetika, amit igényel a növényállat, azt mindenképpen nem az a megoldás. Nyilván mindannyian látjuk, hogy jönnek forgóeszközhitelért, jönnek segítségért 100-200-501 milliárdos nagyságrendben, üzemmérettől meg problémától függően. Mi ezeket tudjuk is kezelni, nyilván ennek ára van, de sokkal kisebb ez az ár, azt gondolom, mint amikor a termésünket azzal tesszük kockára, hogy esetleg input anyagot spórolunk a földről. Igen, a cash flow az egy fontos dolog ebben az egész működésünkben, hiszen tényleg a pénz folyásunkat azt meg kell tervezni, és én is ezt úgy gondolom, hogy jó, nekem sincsen mindig leírva, de most már azért hetente, két hetente leülünk, átnézzük anyukámmal együtt, hogy akkor ez hogy fog működni, milyen pénzbevételeink, kiadásaink lesznek a következő fél évben, évben, és akár tényleg heti szintre ezt le lehet redukálni, ezt a tervezést, akár tényleg a visszajövő áfa, befizetendő adó. Tehát ugye ez egy olyan körforgás, amikor tulajdonképpen ott van a pénz, valahol mozog a rendszerbe, és az, hogy jön vissza. Az elmúlt fél évben annyira átalakult most az agráriumban ez a terménypiac, hogy ez valami elképesztő, hiszen még ősszel mindenki venni akart a legdrágábban, a legolcsóbb termékeket most meg egyszerűen nem akarják megvenni. És ez több dologra visszavezethető nyilván. De amit így globálisan is lehet látni, és a terménypiacokra ez is valószínűleg hatással van az, hogy az ingyenpénz korszaka most egy kicsit lezárult, nem tudjuk, hogy mennyi időre, vagy lesz-e megint egy közeljövőben olyan, hogy ingyenpénz. Az, hogy drágul a finanszírozás, ez mindenre visszahat, tehát én ezt úgy gondolom, hogy mondjuk egy input anyagkereskedőtől se szabad most jelenleg nagyon finanszírozást igénybe venni. Én úgy látom, tehát hogy így nagyon nehéz, mert annyira drágán adják tovább ugye ezt a terméket, most hogyha fogalmazhatjuk így, hogy termék, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni, és valami más megoldásokat kell erre kitalálni. De hogy látjátok, hogy tényleg ez az átalakulás, ez a terménypiacon, input piacon magának a finanszírozása, ugye nektek azért az ügyfeleitek mindenhol ott vannak, mindegyik oldalon, hogy ez hogy zajlott le most az elmúlt fél évben, Zoli?
Én úgy látom egyébként, és ezt szerintem ebben sokkal megerősítettek, nincsen ingyen ebéd. Tehát olyan nincsen, hogy ingyen finanszírozás, ingyen bármi, még a támogatás sincs ingyen, sokban van az a társadalomnak, de a dolog lényege az, hogy ezek a változások, ezek nem olyan dolgok, amik nem valami logika mentén történnének. Hullámhegyet mindig hullámvölgy követ. Ugye ez alapvetően a mezőgazdasági tömegcikkek is tőzsdei termékek, a tőzsdének van egy természete, ez a hullám jelenség, ahol a pénzek keletkeznek. Ezzel nagyon régóta együtt élünk, a gazdatársadalom nagy része ezt már megértette és próbál hozzá alkalmazkodni, néha még jönnek, hogy ennyi az előállítási költségem is, akkor ennyi kéne eladni, nincs ilyen összefüggés. A piacnak más a természete, és ugye most azt láttuk, hogy tavaly nyárig ugye nagyon szépen fölmentek a globális terménypiacok, mindenki lelkesen ültetett, és akkor most pedig tele van a világpiac terménnyel, és úgy néz ki, hogy ez a csökkenő trend, ez még rövid középtávon, tehát hónapok, sok hónapban mértve sem tud véget érni. Egyszerűen azért, mert globálisan is, akár beszéltünk egyébként gabonáról, kukoricáról, alapvető olajos növényekről, amikkel mi gazdálkodunk, foglalkozunk, mindegyikben nagyon komoly termelés felfutás van, nagyon szépek a vetések, sok a készlet, hogy általánosíthatok egy kicsit, mert ez ilyen egyszerű egyébként, tehát magas a kínálat, jók a terméskilátások, és püfölik lefelé az árakat a piacon, ami a kereskedőket illeti, teljesen logikusak, hiszen ez a dolguk, ők ülnek és várják, hogy mikor lesz még olcsóbb, hogy tudjon vásárolni. Ugye az év eddig eltett időszakában gyakorlatilag állt a piacunk, csak az ukrán áru mozgott itt jobbra-balra, arra fújogtunk, de a lényeg az, hogy nagyon könnyű most a kereskedőnek előre jelezni, mert láthatóan nincs vége, nem látjuk azt, hogy mi fogja megállítani ezeket az árcsökkenéseket. Igazából mindig Kínára mutogatunk, és akár most kiemelek egy példát a repce. A repcében is ugye az európai kínálat nagyon magas, a világpiaci készletek nagyon magasak, és mindig azt szokta megmozdítani ezt a trendet, amikor Kína elkezd vásárolni, de sajnos most Kínában is nagyon magasak a repce készlet. Tehát ő nagyjából június-júliusig nem fog visszajönni a repcepiacra, de ugyanez a többire is jellemző más ütemezésben. Tehát Kínánál ugye nagyon érdekes összefüggések vannak, de mindig kell figyelni, hogy ők mit csinálnak, mert ugye a búzakészlet kétharmada, a kukoricának még nagyobb százaléka, akár háromnegyede is a világnak Kínában van, és ezt ő nagyon ügyesen fegyverként használja, de nem akarom erre elvinni a beszélgetést. A lényeg a dolognak az, hogy a jelen helyzetben nem látszik még a vége, tehát elkövetkez a ratás, másik biztos, hogy lefelé fogunk menni, sőt a raktárkészletek mennyisége és minősége még fokozni fogja Magyarországon a hangulatot, nem is kicsit. Igen, Csaba, te ezt a finanszírozást, ezt hogy látod itt a különböző piaci szereplők között? Ugye a tavalyi év az egy szigorítást hozott minden banknál. Az MNB-nek van egy felmérés arra vonatkozóan, hogy a banki vállalati finanszírozási feltételek azok hogyan alakulnak. Ez egy alapvetően kvalitatív felmérés, de gyakorlatilag, hogyha ezt negyedévről negyedévre követi az ember, ott lehet látni, hogy mit terveznek a bankok. Lazítás, szigorítás, szinten tartják a feltételeiket. Az elmúlt évben nagyon szépen lehetett követni, hogy minden bank szigorítást tervezett, mind a fedezetek, a futamidő, a kovenánsok minden tekintetében. Úgyhogy ezzel most egy ideig együtt kell élni, mi is óvatosabbak vagyunk. A kereskedelem, termény és input kereskedelem vonatkozásában ugye egy olyan piac, ami nagyon volatilis, az a kereskedők szempontjából mindig pozitív. Ott vannak lehetőségek, amit ki lehet aknázni. Ugye a bank szempontjából viszont kockázat az, hogyha a kereskedő nagyobb kockázatot vállalna a nagyobb haszon reményében, akkor nem biztos, hogy nekünk vele kell menni. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy azok a kereskedők, akikkel mi kapcsolatban állunk, ők egy még talán a milyenkénél is szigorúbb kockázatkezelési módszertant alkalmaznak, és ez nagyon meg tud nyugtatni minket. Értelemszerűen van egy saját scoringunk, amit lefuttatunk, illetve egyedileg bíráljuk a kockázatokat, de a kereskedők is, legalábbis a, hogy mondjam, a hosszú távon tervező kereskedők, azok szintén óvatosak. És igyekszünk ebben az ügyfélkörben mélyíteni a kapcsolatainkat. A KNTH-nál ti, hogy látjátok ezt a finanszírozás? Gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a gabonapiac globálisan kiegyensúlyozott. Tehát az átmenő készletek körülbelül szinten vannak. A probléma akkor szokott keletkezni, vagy akkor vannak ezek a hullámok, mikor nem a szokásos helyen terem meg a szokásos mennyiség. Akkor ugye megborítja az egészet a fuvarköltség, stb. Na most a kereskedők
jellemzően azt csinálják, hogy nem készletre vásárolnak, hanem annyit vásárolnak, amennyit már eladtak előzőleg. Tehát ott a saját kockázatkezelési rendszerük valóban nagyon keményen működik, jól működik. A kérdés az, hogy a termelők ezeket figyelembe tudják-e venni, követik-e, látják-e, tudják-e, vagy kivárásra játszanak. Tehát, hogyha a termelő tudja azt, hogy az ő önköltsége mennyi, nem biztos, hogy tudja, akkor tudja, hogy mikor szabad neki eladni. Ha az önköltség fölött van, akkor már a cashflow tervezéséhez igenis értékesítsen. Nem a kereskedelmen bukik meg a dolog, én úgy gondolom, hanem a termelői oldalon bukik meg a dolog mindig. A bankok a piac oldaláról indulnak ki mindig. A termelőknél még ezt nem érezzük teljesen, hogy azt fogja termelni, amit a piac igényel. Hát most megtanulja. Hanem változó módon, ugye hú, tavaly nagyon jó volt, akkor adom, most mindenki azt csinálja, püf, belefulladunk. Tehát egy jó alapos piacfölmérés és kiegyensúlyozott gazdálkodás még meg kell tanuljuk. Még meg kell tanuljuk, de nagyon fontos, mert ez lesz az, ami életben tartja a magyar agráriumot. Hát igen, meg ez a commodity jelleg, ez lehet, hogy hosszú távon nem biztos, hogy működni fog. Bocsánat, hogy itt közbeszólok, de a termelő soha nem fogja tudni befolyásolni a piaci árat. Ezt egyértelmű. Ő az önköltséget tudja befolyásolni, tehát kimenni, tüntetni, hogy az a betyár csak ennyiért akarja megvenni. Hát bocsánat, hülye lesz drágábban megvenni, mert akkor ő megy tönkre. Így van, tehát mindenki. Tehát mindenki a saját önköltségén kell dolgozzon, és azzal kell foglalkozzon. Igen, igen. Itt, ahogy beszéltünk már, fenntarthatóságról, hatékonyságról, zöldségről, meg azokról az elvárásokról, amik így vannak, cashflow-ról, tehát ez mind visszavezethet arra, hogy a technológia az újdonságok irányába, és tudom, hogy mindegyik banknak van valamilyen szinten startup érdekeltsége, nem szeretem magát ezt a startup szót mindig mindenre rásütni, mert most, hogyha valaki indít egy új vállalkozás, van egy ötlete, akkor az már mindjárt azt mondja startup. Nyilván vannak definíciói ennek is, hogy hogy épülnek fel a startupok. A KNTH-nak azt tudom, hogy van egy inkubációs programja, ami a startupokkal foglalkozik, és az agrár ökoszisztéma, hogyha most így lehet fogalmazni, a startup világban, az hogy tud így beépülni, milyen feltételeket vártok, vagy vizsgáltok ahhoz, hogy bekerüljön valaki ebbe a programba, és mit vártok az ökoszisztémára, az milyen hatással lesz ez az agráriumban? De a társadalmi szerepvállalásunk egyik megjelenési formája a startupoknak a támogatása, még emellett ugye ott van az egészségügy, a pénzügyi oktatás, a környezetvédelem, és ebbe illeszkedik valahol bele a, mondjuk úgy, hogy a vállalkozás fejlesztési részbe a startup programunk, ami tisztán CSR alapon működik. Tehát ez egy ilyen, hogy is mondjam, nem várunk részesedést, és nem várunk jövedelmet belőle, de az alapfeltétele annak, hogy bárkit is támogassunk, hogy tényleges, igazolt piackutatásra, igazolt piaci igényre kínáljon megoldást valaki. Nem kötjük iparági feltételekhez. Bárki, aki piaci igény kielégítésére szolgáló újdonsággal jelentkezik, és legalább két fős a csapat, még az sem érdekes, hogy már jogi személy, vagy pedig még magánszemélyek lelkes kis társasága jelentkezhet, és örömmel állunk mögéjük. Hogy mondjak egy-két érdekes példát, hogy eddig mik voltak, amik előfordultak, és lelkesen haladtak, és mentek vele tovább, vagy sikerült őket előbbre tolnunk. Például az ökolábnyom kalkulátor, ez egy ilyen ökotérképet is készítő közösségi platform, ahol a fenntarthatóságot támogató boltok listája, vállalkozások, intézmények jelenhetnek meg, hogyha rákeresünk, vagy van egy másik érdekes, ami az újra felhasználható poharak visszaváltását, mosását, fertőtlenítését újbóli kereskedelmi forgalomba hozatalát támogatja, de nagyon érdekes volt, én nekem igen tetszett a napelem kalkulátor, mobil alkalmazáson, tehát hogyha a napelemet akarok telepíteni, akkor ezzel a modullal vagy appal meg tudom határozni azt, hogy az én területemen hol a legoptimálisabb és milyen beállítás mellett a legoptimálisabb a napelemek telepítése. De ugyanilyen nagyon érdekes volt például, ugye, hát ők beltéri farmfelügyeleti rendszernek nevezték a fiúk, lányok,
ami gyakorlatilag előrejelzi a kialakuló növénybetegségeket, ami ugye nagyon fontos sok szempontból, tehát a teljes megelőzést lehetővé teszi. Vagy vannak most már ezek az automata, félautomata, drónrendszerek, amiket ez a csapat kifejezetten a szőlőtermesztésre specializált, ami eddig nem létezett, csak általánosságban léteztek ezek. Tehát lelkesen támogatjuk, várjuk a jelentkezőket rendkívül egyszerű feltételekkel, tehát legalább ketten legyenek, a vállalkozás formája teljesen mindegy, nem függ tőle az, hogy kapcsolatba lépünk-e, viszont igazolt piaci szükségletet elégítsen ki. Igen, ez egy fontos kérdés nyilván. Ugye érdekes ez a technológiai fejlődés, mert a 19. század közepén azt hitték Londonban, hogy a ló kakiba fognak megfulladni az emberek, és akkor jött egy autó nevezetű valami találmány, ami megváltoztatta a világot. A mezőgazdaságban is most a jelen tudásunk szerint ugye nagyon a kemikáliák irányába vagyunk, főleg az konvencionális termelés, valószínűleg egy ilyen technológia, ami egy, akár egy startup inkubátorban megszületik, vagy hát fejlődik, az hozhat nagyon sok változást. És beszéltünk itt a commodity piacokról, vagy akár egy nis piacról, ugye teljesen más értékesítési dolgokat kell kitalálnunk, nagyobb hozzáadott értéket kell akár hozzáadni most már szerintem egy termékhez, tehát most már nem termelhetünk alapanyagot nagyon sokáig. Tehát nyilván ez termelőként nagyon nehéz, főleg én szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozok, de vannak nagyon jó példák Magyarországon, és az OTP-nek egy ilyen mintaprojektje, vagy nem tudom, egy ilyen gyereke, ez a Hivekovicséknak a gazda, sága, amit, hogyha úgy veszünk, így elég furcsa hangzik, hogy én besétálok a bankba, álmodozó vagyok, vannak jó ötleteim, és akkor meg szeretném valósítani. Most, ha én bemegyek mondjuk, kitalálok valami terméket, beviszek egy projektet, és azt szeretném, hogy segítsetek nekem, és nem feltétlenül csak most egy startup gondolatról beszélek, hanem bármilyen terményről, ami egy kicsit más, mint a szokásos, akkor mik azok a feltételek, amiket ilyenkor vizsgáltok, mert ugye nincsenek tapasztalat Magyarországon mondjuk annak a működéséről, vagy olyan problémák vannak, hogy a piacot még nem feltétlenül tud a 100%-ban látni, meg hogy egyáltalán a mi klimánkon megvalósítható-e, hogy mik azok, amik ilyenkor egy bank azt tudja mondani egy induló projektnél, hogy na, akkor csapjunk kézbe és megyünk veled az úton. Engedd meg, hogy az egyik szavadra, a szokásra, meg a szokásosra lecsapjak. Az egyik ügyfelünk mondta, és nagyon egyet tudok vele érteni, hogy náluk a legdrágább három szó az az így szoktuk csinálni. Hogy az, ami konzervatív módon ugyanúgy megismétli az előző évek gyakorlatát, az nem biztos, hogy eredményre vezet, sőt, biztos, hogy nem fog eredményre vezetni. Úgyhogy igen, olyan ügyfelek mellé is nagyon szívesen odaállunk, akik teljesen nem konvencionális módon gondolkoznak, és hogy angolul mondják, ez az out of the box gondolkodás jellemzi őket. És igen, a Hivekovics testvérek tipikusan ilyenek, egyébként a két testvér rettentő jól kiegészíti egymást, és az ő víziójuk az volt, hogy a bogyós gyümölcsök tekintetében, Zala megyében egy olyan maradandó, hosszú távú terv alapján építkezve alkotnak meg egy termelői bázist, ami precedens nélküli Magyarországon, és egy olyan technológiával, ami nem volt akkor még Magyarországon. A mi szakértőink azok ilyen értelemben nyitottak minden újra, ugye olyan értelemben nem volt forradalmi a technológia, hogy a világon sehol sem üzemelt, hiszen voltak nemzetközi példák, amikre lehetett támaszkodni, tehát ez nem egy kockázati tőke finanszírozás volt a bank részéről, azért lehetett támaszkodni olyan példákra, ahol ezek nagyon jól működtek. Ugye itt konkrétan én a Kravóházra gondolok elsősorban, ami egy ilyen a szabadföldi és az üvegházas termelés technológiát ötvözi egyben tulajdonképpen, és egy ilyen nagyon jól adaptálható a külső körülményekhez az a termesztés technológia, amiről szó van. És a bogyós gyümölcsöknél igenis az elmúlt 3-4 évben ez a családi gazdaság egy olyan dolgot tett le az asztalra, ami igazolta a mi várakozásunkat. Áfonyában gyakorlatilag minden áruház polcán ott vannak, és a költségszintjük is olyan, hogy tudnak nyereségesen termelni. Ami nekem egyébként akár a szóban forgó testvérpárban, akár pedig a bármilyen más ilyen hasonló ügyletnél szerintem nagyon fontos, az a tanulás és a tapasztalatoknak az értékesítése a jövőben, az elhivatottság, szakértelem, az innovációra való nyitottság,
illetve ami szintén nagyon fontos, hogy rövid, közép és hosszú távon is legyen vízió. És itt most Istvánra utalnék vissza, hogy a cash flow tervezés az hogy néz ki. Hát igenis, azt rövid távon is fenntartható módon kell megtervezni, mert ott is lehet egy megbicsaklás, ami nem biztos, hogy jót tesz a vállalkozás életében, középtávon is és hosszú távon is. És ezek azok az elemek, amikből szerintem lehet építkezni. Ami nekünk még fontos, az a partnerség. Akkor, amikor mi kockázatot vállalunk, akkor nem a bank vállal a kockázatot, hanem a partnerünkkel együtt vállalunk egy üzleti kockázatot. És ott abban a pillanatban mi egy hajóba ülünk be, és hogyha partnerként tudunk egymásra tekinteni, megosztjuk az információkat, a víziókat, a problémákat, akkor az már önmagában egy érték. És ami még fontos, itt a terménykereskedőknél utaltam arra, hogyha az ügyfélnek van saját kockázat értékelése, felmérése, kezelése, az mennyire fontos. És itt az, hogy ahogy István is mondta, a piacot lássa, minden pillanatban tudja, hogy mi történik, akár az input, akár az output oldalon, milyen trendek vannak, és azokat a kockázatokat, amik ezekből a piacokra komoly terheket tudnak róni, azt hogyan tudja menedzselni. Most, ha a Kivekovicséktől elvonatkoztatunk egy utolsó mondat, akkor a tavalyi év szerintem két dologra kellett, hogy megtanítson mindenkit a mezőgazdaságban. Az egyik, hogy az aszályos évek velünk maradnak, tehát aki képes, tud öntözni, megvannak az adottságai, azt ebben az irányban szerintem el kell, hogy menjen, illetve az energia a másik. Az energia az egy olyan input lesz, aminek az árának a volatilitás, a piaci árát, azt nem tudjuk befolyásolni, viszont hogyha valamilyen saját beruházást tudunk ebben az irányban eszközölni, akár energia megtakarítás, akár saját energiatermelés vonatkozásában, ezt meg kell lépni. És ezek mellé nagyon szívesen odaállunk. Hát igen, úgy gondolom, hogy a jövőben mindenképpen kell majd az új termékekre fókuszálni, akár már gazdálkodói szinten is, és akár integrációkat létrehozni, és úgy megkeresni a bankot. Ez még lehet, hogy akár egy pluszpont is lehet bármelyik banknál, hogyha több ember összefogása, és több ember viseli a kockázatot, és hogyha tényleg jól megalapozott, akkor van értelme, mert hosszú távon nézve sajnos a mi kis termőterületünk az nem alkalmas feltétlenül. Vagy alkalmasnak alkalmas most jelenleg, de azokat a terménypiaci folyamatokat, amit az Oli is említett, hogy így a világban most zajlanak, nem biztos, hogy akkora játékosok leszünk, mint a Commodity-ben, hogyha nem találunk valami olyan kis szegmest, mondjuk, mint a kanadai integrációkban, amik működnek, mondjuk egy kanala, vagy egy bármilyen az étkezési buzájuk például, hogy az, hogy működik, hogy nekünk is pozícionálnunk kell magunkat egy minőséggel, egy egységes minőséggel, én úgy gondolom a piacon, de hogy most így a Commodity-re visszatérjünk, Zoli, te szakterületed, ha jól tudom, ez a terménypiacok, hogy neked mik a várakozásaid most így a következő egy-két évben, főleg gabona és olajos növények tekintetében? Nagyon fontos arról beszélni, amire most már elég sok ideje beszélgetünk. Egészen más megközelítésben kell gondolkodunk. Amikor én azt mondtam, hogy sokkal koncentráltabb lesz a mezőgazdaságunk 2027 környékén, akkor kifejezetten arra is gondoltam, hogy az integráltság foka sokkal nagyobb lesz. Én magam részéről egyébként nem adnék senkinek támogatást, csak közösségeknek. Tehát csak együtt működő szervezett csapatoknak adnák mezőgazdasági támogatást. Egyszerűen azért, mert a mi méretünkben, de egyébként ezt ki lehet tágítani Európai Unió szinten is, csak olyan közösségek szintjén lehet versenyképességet elérni, ami megfelelő méret a világpiachoz. Erre számtalan példa van Dél-Amerikából, Kínán keresztül, Kanadáig, vagy az Egyesült Államokig, de ez az, ami előre mutat. És én nem gondolom azt egyébként, hogy ne tudnánk mi jó commodity-t, fogunk tudni jó commodity-t csinálni, csak azok sokkal kevesebben lesznek. És pont ezek a nagyobb integrációk lesznek azok, akik versenyképesen tudják ezt a keleti nyomást kezelni, mert ugye miről beszélünk, arról beszélünk, hogy bejelentkezett ugye Ukrajna, eddig csak mutogattunk rá, hogy ott hú, milyen jó adottságok vannak, milyen talaj, milyen humuszréteg, meg minden, mekkora üzemek, lám most már, vagy itt van a küszöbben, és én megint előrejelzést mondok, viszonylag hamar teljes jogú taggá fog válni. A világpolitika ezt ki fogja kényszeríteni, és akkor ugye most már odaárazódunk, és ugye nagyon határozott tendencia az, hogy azokat a kockázatokat, amiket az Ukrán nagyon koncentrált, egyébként tudjunk róla, óriási üzemméretek alakultak ki, mióta a földtörvény ugye lehetővé tette a vásárlást, azok egy része
nálunk raktároz és telepedik meg. Tehát azokat a kockázatok, amit a háború és egyéb fizikai kockázatok vannak azon a piacon, szépen áthozzák a határ. Ennek az oldalára az Európai Unióban van, itt nagy beruházások zajlanak is, már lesznek is, tehát állandó tényezője lesz a magyar mezőgazdasági piacnak az ukrán termény. Ettől kezdve nyilván ármeghatározó tényező lesz. Nem azt állítom, hogy mindig versenyképesebb lesz mindenben, mint mi, de azért lássuk be, most mindenben olcsó. Legalábbis amíg ugye fel nem futott ez a rendszer, azért utóbbi hónapokban már nem voltak olyan olcsók, de a lényege a dolognak az, hogy ehhez a rendszerhez kell alkalmazkodnunk. És igen, vannak jó résstratégiák, de ezt a résstratégiát talán úgy fogalmazzuk meg, hogy a feldolgozó igényének, és ez megint integráció. Tehát igenis, menjek oda, kössük össze a sorsunkat, mondja meg a feldolgozó, hogy ő mit tud a piacán értékesíteni, mi az az irány, és ahhoz milyen alapanyag kell. Ez nem újdonság, ez a mezőgazdaság, semmi új gondolat nincs benne, csak még nem vagyunk ebben előre haladottak. És ezzel lehetne ugye a fenntartható mezőgazdasági kibocsátás növekedésünket elősegíteni, mert lássuk be, hogy ezek között a világpiaci körülmények között tényleg, ahogy mondták a kollégák, és nem vagyunk tényezők, de ha már nem vagyunk árbefolyásolók, legalább tudjuk, hogy mi történik, ezért nagyon fontos a felkészültség, a globális tendenciáknak az érzékelése, és a globális tendenciák most egyértelműen azok, kicsit ismétlem magam, valóban egyensúlyban vannak a mérlegek, tehát most pár millió tonnával van a felhasználás meg a termelés egymástól, de a piaci kereslet korlátai azok most eléggé erősek, és az benne van egy recessziós félelem az egész világgazdaságban, ami miatt ugye még mindig tolják, és amint majd elkezdenek jobban vásárolni, amikor túl lesznek ezeken a recessziós időkön a világpiaci szereplők, akkor megint fordulunk, és megint emelkedő árak lesznek, attól tartok, ez nem idén lesz. Tehát arra készüljünk fel, hogy ez egy nagyon nehéz év lesz. A szántóföldi növénytermesztőknek ez borzasztó újdonság, mert ugye őket elkényeztette az élet, legyünk őszinték, tehát ők, amivel most találkoznak, hogy nem egy, mert azzal még sokszor halljuk, hogy egy-egy növény nem hoz, most egyik növény sem lesz erős jövedelmezőség szempontjából, tehát azzal kell megbarátkoznunk, hogy több növény is, akár az összes szántóföldi növényünk a nullához közelítő eredményt fog hozni, na ez fájni fog, de meg kell tanulnunk belőle a leckét. Hogyan kell alkalmazkodni a piaci körülményekhez? Hát igen, a piaci körülmények azok napról napra változnak, és ugye... Nem változnak. Nem változnak. Tehát van ebben egy kiszámíthatóság, én azt szeretem érzékeltetni, tehát az nagyon könnyű ezt mondani, hogy kiszámíthatóan a környezet lesz, ahogy lesz. Nem így van, mert igenis lehet látni azokat a globális trendeket, meg lehet nézni a kötésállományukat a világ nagy gabonatőzsdén, mire játszanak az emberek, illetve most már a robotok. Ugye tudjuk, hogy ezeknek a kötéseknek most már 98%-et robotok, paraméterezett robotok csinálják, tehát ők pedig szigorúan megteszik, amit a paraméter mond, és úgy fogják hullámoztatni a piacot, hogy a hullám szörfözést meg ráérzünk, akkor nagyon jókat lehet ebben a mezőgazdasági piacokban kereskedni. Ehhez kell a jó banki partner, kell a jó treasury, és így tovább, meg kell a jó piaci jellemző, akivel tudok konzultálni. Egyébként hadd dicsekedjek vele, hogy nálunk az ügyfelek nagy része nagyon szépen megértette azt, hogy üzleti döntésről érdemes felhívni az ESZT-t, és akkor beszéljünk. Nagyon sok pénzt lehet vele csinálni, hogyha megosztjuk ezeket a gondolatokat, mert az egy dolog, hogy hívom a kereskedőt, akivel szoktam, az mit mond, felveszi, nem veszi, ad ajánlatot, nem ad ajánlatot. A dolog lényege az, hogy egy független szakértővel én azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabban lehet a piaci trendekhez alkalmazkodni, hullámlovagolni. Igen, a hullámlovagláshoz még annyit szeretnék, hogy ezért is kezdtünk el itt a podcasten belül egy ilyen terménypiaci blokkot. Hónapról hónapra egy-egy adást próbálunk majd ebből csinálni különböző piaci szereplőkkel, és akkor így hátha még jobban megismerik a gazdálkodók is akár a terménypiacnak a működését, mert igen, amit mondasz, hosszú távon nyilván a mérlegekhez nyúlunk vissza. A Potori Norvival éppen a múlt héten csináltunk egy adást, és ott is a mérlegeket néztük, hogy hogyan alakulhatnak, és azok milyen hatása vannak. Persze lehet mindig egy olyan hirtelen, egy Covid, mondjuk ilyen szempontból az agráriumot úgy olyan rossz irányba nem érintette ez, de mondjuk egy háború, az először ugye fölhozta az árakat, most meg már szinte alacsonyabb szinten vagyunk, ugye, mint ahogy voltunk. Sajnos az adásidőnk véges, hiszen mindenki siet a napi programja szerint, ugye előnye a gazdanapoknak az, hogy összetudtunk így ülni egy helyen, de azért mindenkinek kötött a programja. Mi az, amit így most egy összefoglalásként így a hallgatóknak mondanátok itt a végén, amiről beszéltünk ma, Zoli?
Az egész beszélgetésünk eszenciája szerintem az a szó, hogy alkalmazkodás. Én azt gondolom, hogy ebben méretünk meg most, az egész magyar élelmiszer értéklánc ebben méretődik meg, hogy hogyan tud alkalmazkodni ezekhez a megváltozott gazdálkodási körülményekhez. Megbeszéltük, hogy minden tényező megváltozott, gyakorlatilag úgy kell összerakni a portfóliónkat és a tevékenységünket, hogy ezekből minél hatékonyabban tudjunk kijönni. Egyedül a stabilitást, én azt gondolom, hogy a támogatási rendszer az ott van mögöttünk, arra lehet építeni, nyilván új kihívások vannak, most ugye megy az egységes kérelem, hallom, hogy elég komoly kihívás jelent ez sok gazdálkodó számára az új feltételrendszerhez való alkalmazkodás, illetve hogy az ne egy sorsolásos véletlenszerű legyen, hanem tudatosan vállalásokat tegyünk, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy mind a két pillére a támogatási rendszernek és a nemzeti támogatások is olyan jó stabil hátteret tudnak még az az években is biztosítani, mire mi is nagyon komolyan építünk, akár az előfinanszírozásban, akár a többi finanszírozási eszközben, de a lényeg, hogy látni szeretnénk az alkalmazkodó képességet. Igen, az alkalmazkodás az mindenképpen a világnak az alapja, tehát hogy a fennmaradásunk alapja minden szinten is, tehát az ember, hogy tudott alkalmazkodni a környezetéhez. István, te ezt hogy látod? Hát néhány dologra hívnám föl a figyelmet, vagy érdekességre. Az egyik az, hogy amíg a feldolgozóiparunk kapacitása kisebb, mint az általunk megtermelt alapanyag, addig sarkítva, de nyugodtan nevezhetjük magunkat gyarmati országnak. Mert ugye külső piacoktól hozzáadott értéktől függetlenül függünk. A másik nagy veszély a beruházások elmaradása. Óriási pénzek állnak rendelkezésre. Volt időszak, régóta motorozok ebbe a szakmában, amikor 42%-on hiteleztünk, és az is megtérült. Ha nem is 5% bedőlési ráta mellett, hanem 10% bedőlési ráta mellett, de aki nem beruház, az évekre lemarad, és az behozhatatlan hátrányban lesz. Igen nagy az agráriumnak a betétállománya. Van minek a terhére saját erőt növelve beruházni. Ugye, hogyha drága a hitel, akkor a saját erőt meg kell növelni, hogy a költségeimet csökkentsem. 1023 milliárd betétállománya van az agráriumnak. Tehát nagyon nagy pénzekről van szó. A cash flow tervezésről beszéltünk, nagyon fontos. Tessék neki ülni, és megcsinálni, és azt hetente ránc felvarrani. De a törvényhozóknak pedig nagyon fontos volna az, hogy ők pedig a törvényi háttérre csináljanak egy ráncfelvarrást. Amit 10-12 évvel ezelőtt létrehoztunk, akkor nagyon jó volt. Azóta a világ ezeken túllépett, és sok esetben gátjai a fejlődésnek, tehát egy ráncfelvarrás a törvényi szabályozásban is fontos lenne. Tehát óriási pénzek állnak rendelkezésre, tessék tudatosan, mindent átgondolva ezeket kihasználni. Köszönöm. Csaba, te összefoglalásként mit mondanál itt a hallgató? Teljes mértékben egyetértek Zorivel és Istvánnal. Én egy dologra hívnám még föl a figyelmet, ami szerintem rövid távon a legfontosabb lenne így gazdaságpolitikai szempontból, ez pedig az infláció elleni küzdelem, illetve a kamatszinteknek a csökkentése, mert akkor gyakorlatilag, amit István mondott, például a beruházások egész más fényben tűnnének fel, és az a fajta költségvetési teher, ami a támogatott programok mögé be kell, hogy álljon, arra sem lenne szükség, hiszen piaci alapon, ha nem is olyan kamatszinteken, mint az elmúlt, nem tudom, 10 évben, amióta a növekedési hitelprogramja tulajdonképpen a Nemzeti Banknak leuralta a piacot, hanem annál azért magasabb szinteken, de mégis megfizethető, elviselhető módon tudnánk finanszírozni. Én nagyon bízom abban, hogy tényleg évvégére, ha nem is egy jegyű, de 10% körüli kamatszintekre le tudunk menni alapkamat tekintetében. Köszönöm. Hát szeretném megköszönni nektek az időtöket, és hogy ezt ilyen tartalmasan el tudtuk tölteni, mert én úgy gondolom, hogy most nagyon sok olyan kérdést vetettünk föl, meg beszéltünk meg, ami szerintem sok emberben dolgozhat, vagy hát foglalkoztathat sok embert. Szeretném megköszönni nektek, hogy itt részt vettetek a podcastben, és bízok benne, hogy majd még lesz ennek majd folytatása, és tudunk majd még beszélgetni. Köszönöm akkor. Köszönöm. És köszönjük a hallgatóknak is, hogy meghallgattatok minket. Kövessétek az Agroinfon podcastet a Spotify-on, a YouTube-on, és bármilyen olyan podcast alkalmazáson, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Köszi, sziasztok!